Viszont látásra. Sven, neked mi történt a szemeddel egyébként? Amikor a fronton voltam, megsebesítették Ránát. A fronton? És milyen volt? A kórházi ellátás miatt már nem fűzök sok reményt a látásomhoz. De úgy hallottam, te nem tudod, hogy működik ez a rendszer. Miért akarsz te harcolni menni? Hány éves is vagy te? 17. Már akkor is tartott a háború, amikor megszülettél. Biztosan te fogsz véget venni ennek. Bosszúból. Bosszúból, mi? Mikor is vitték el a családodat, akkor is? Szervusz! A hivatalból érkeztem, és pont téged vártalak. Úgy hallottam, hogy te vársz valamit, úgy. Igen. De ezt te honnan tudod? Gyere ki valamit. Valamit meg kell beszélnünk. Na mondd, Albert, mit akarsz? Úgy hallottam, hogy te várakhoz gondolom, hogy a betegünkre gondoltam. Ez így van. Ami nem akar nekünk megérkezni. De ezt honnan? Azzal ne is foglalkozz most. Mi lenne, hogyha azt mondanám, hogy ebben tudok neked segíteni? Komolyan? Igen, igen. Tudod, van egy ismerősöm. Egy doktor. A háború minisztériumnak van a központi irodája. Az osztrőnöke. És annak a lánya. Fogalmasa. Ugye, nagyon sokat szoktak neki fizetni életem, hogy kezelje, de talán meg tudnám győzni, esetleg a lányt egyszer ingyen kezelni, és cserében én fizetnék neki. És mégis mennyit? Hát a doktor úr általában 2000 gén, hogy elintézzem ilyen belügyeket, de teljesen az más. Most biztos jobban érdekelni, és talán az már nem is engedne. Ugye mindenki azért szokott hozzájárni, hogy ne kelljen harcolni, mert én harcolsz. Tudom, ezért mondom, csak hogy nekem is kéne most egy kis fizetség. Ugye, tudod, milyen nehéz most az ilyen nehéz időben. Hát ennyire szállalmas vagyok. Ha? Látom eljött a közönség megnézni az utolsó színdarabot. Hát jó szórakozás. Jó lesz majd látni, ahogy elbukok. Thank you.
szárunkat így.